Jó estét! Lehet, hogy megszólalni se fog? Jó estét! Gábor, Faragó György vagyok! Parancsoljon! Jó, állandó! Üdvözletem, János! Igen! Jó estét kívánok! Ő az, aki minden színésztől kitesz a Facebookra egy rakat. Így van, meg... így van. Végül csak az első... Egy pillanat! Na, mi történt? Nyitom. Jött hozzá valaki, mert azt mondta, nyitom. Ja, nyitom. Az első film, amin ugyan nem szerepelt a stáblistán, egy óra múlva itt vagyok, 1971-es. Emlékszik rá? Én emlékszem, hogy nem szerepeltem benne, abszolút. De, hogy nem, hát... Na. Mindegy, ha maga úgy emlékszik, akkor ebben nem fogom megindulni. Jó. Mondjuk, hogy na szerepeltem benne, hát filérekből kijöbb a már. Így van. Na és igazából olyat szeretnék mondani, amit igazából senki nem tud. Jaj, na. Még. A 90-es évek végén én könyveltem az MTK-t. És láttam, hogy az evező szakosztályban én egy-két csónakot adományozott. Erre emlékszik? Most, ha még egy picit tovább sorolja, hogy mi nem történt meg velem, akkor én nem. Én csónakot adományoztam. De ez meg történt, mert ez... Így van. Tehát, hogy volt otthon csónakom, mondom... Nem, az MTK szakosztályának volt. Igen. Ne menjünk ebben, mert nem értem, hogy ön mit beszél, de biztos így van. Nem. Na jó van. Jó, akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De akkor mondjál valamit, ami volt. Szerep, jó? Jó, akkor 2013. november 13-a Rátonyi Róbert emléktábla abatása. Az nagyon tényleg. Hideg volt. Az tényleg volt. Nagyon hideg volt, ezek szerint ott volt. Ugye? Ez stimmel, igen. Okay. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szia. Csak megszolgáltad a két jegyet, Margit Sziget vagy Város. Várjuk az újabb telefonokat, gondolom. Jó a Skype is, ugye, fiúk? Jó a Skype, mert Skype még nem volt. Ha nem kapok valami egyetemű visszajelzést, de jó a Skype is, úgyhogy utcú neki lehet. Lehet Skype-on. Skype-on. Ez olyan nagy dolog, amikor én nagyon sokszor van az, hogy, és amikor egyszer azt mondtad, te mondtad, azt mondom, ne, de mindegy. Úgyhogy, de vannak dolgok, amikre határozottan emlékszem, hogy nem. Tehát. Egyébként te arról vagy híres, hogy tényleg emlékszel mindenre. Igazért volt. Mert ugye van az a színész, aki abszolút nem. Hát hála jó Istennek, mindig arra kérem, nem tudom, kit kell kérni, hogy együtt menjünk el az agyammal. Tényleg hála Istennek, hogy emlékszem, igen. Uh-huh. Igen, tehát emléke. Például az egy óra múlva itt vagyok, lehet, hogy le van valahova írva. Arra emlékszem, például elvittek engem reggel 4 órakor, hogy egy óra múlva itt vagyok című filmben benne vagyok. És délután 4 órakor mondtam, hogy most már én vagy hazamennék, vagy nem tudom, mert mi nem kerültem gép elé, és akkor kiszálltam. De akkor lehet ez lehetett, mert az úr egyébként tényleg ilyen nagy bogarászos típus, és akkor lehet, hogy tényleg rákerültél valami stáblistára. Hát annyira minden listára kerültem én már rá, tehát de a csónak adományozás visszautasítom, mert nem volt csónakom. A listák?